kivizsgálók bizottság alapítója, és megjegyzem, ő volt az a politikus, aki a választás alatt visszalépett Hadházi Ákos javára, betartva az ígéretét. Ő következik, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Tisztelt ünneplők, kedves barátaim! 29 évvel ezelőtt, június 16-án egy fiatal ember állt a Hősök terén. Nagy Imre, mártír miniszterelnök és társai koporsója mellett, és mondott beszédet az akkori fiatalok nevében. Azt mondta, hogy céljaink nem változtak, hogy nem engedünk a 48-ból és az 56-ból sem. Azt mondta, hogy az európai polgári demokráciáért küzdő fiatalok fejet hajtanak Nagy Imre és mártírtársai előtt. Arról beszélt, hogy 56 volt az utolsó esély arra, hogy nemzetünk a nyugati fejlődés útjára lépve gazdasági jólétet teremtsen. Hogy a ma bálunkra nehezedő csődtömeg egyenes következménye annak, hogy vérbe folytották forradalmunkat, és visszakényszerítettek bennünket abba az ázsiai zsákutcába, amelyből most újra megpróbálunk kiutat találni. Barátaim, ez az ember közel 30 évvel később, nemzeti gúnyába öltöztetve, újraépítette az állampárti rendszert. Illiberális demokráciának nevezve azt, gyakorlatilag megfosztotta saját népét a szabadság, az egyenlőség és a testvériség ideájától. Felszámolta a sajtószabadságot, a törvények előtti egyenlőséget, az egymás iránti szolidaritás pedig csírájában akarja elfojtani. Mi, akik továbbra sem engedünk 48-ból, 56-ból és 89-ből sem, nem értjük, hogy mikor és hogyan váltak egyesek a szabadság szerető nép szószólójából Nagy Imre szobrának eltüntetőjévé, Putyin és Erdogán barátjává, a magyar nemzetet félázsiai népségnek tituláló és velük úgy is viselkedő Európának hadat üzenő korrupt despotává. De érezzük, a karhatalommal kilakoltatott családokkal, az elítélt hajléktalanokkal, a kirúgott megfélemlített újságírókkal, a szorongatott kutatókkal, tudósokkal, a kisemmizett tönkretett vállalkozóval, a 600 ezer gazdasági és politikai emigránssal, a családjuk egészségért aggódó milliókkal, a jogfosztott, kizsákmányolt, az átlagbérről csak álmodni merő dolgozókkal, érezzük, hogy újra zsákutcába visznek minket. Érezzük és látjuk, hogy a rendszer valójában az ingyen luxusrepülőkről, a várba költözésről, az oligarchák közpénzen hízlalásáról és leginkább a hatalom mindenáron való megtartásáról szól. Ne a magyar emberekről. Bibó István Nagy Imre államminiszterre a következőket írta a szabadság szerető ember politikai 10 parancsolatában 6. pontként. Gyűléseken, egyesületben, munkaközösségben vagy bármiféle közösségben, éppen úgy, mint a magánéletben, önkényeskedést, akarnokoskodást, magánérdek illetéktelen érvényesítését, visszaélést, közbecsapását, közakarat meghamisítását és mindenféle fenyegetést és terrorizálást nem tűr. Minden ilyen ellen saját maga felszólal, és más tisztességes emberekkel összefog. Barátaim, ahhoz, hogy érvényt szerezzünk Bibó szavainak, ma nem pártokból kell több, hanem akaratból, bátor kiállásból és bátor kezdeményezésekből. Ma nem arról kell beszélnünk, kikivel miért nem, hanem hogy mikor és hogyan igen. Közösen igen. Ha közösek a céljaink, már pedig azok, akkor politikus nem nézheti féltékeny fennhéjazással a civil kezdeményezéseket. A civilnek pedig észre kell vennie, hogy rég berángatták már a politika terepére, ahol a politika szabályai szerint lehet csak érvényt szerezni igazának. Egymásra vagyunk tehát utalva. Jogért, szolidaritásért, méltányosságért küzdő civilek és politikusok, újra kell kötnünk a szövetségünket, még az előttünk álló választások előtt. Utat kell mutatnunk és reményt adni ennek a szabadság szerető nemzetnek. Reményt,
hogy lehet változtatni. Reményt, hogy az életünk nem egy velejé korrupt rendszer kiszolgálására kárhoztatott, hogy láthatják még gyerekeink, unokáink, boldogan, szabadságban, jólétben élnek. Szövetségben egymással és a változást akaró milliókkal csak így lesz erőnk meghátrálásra bírni ezt a fékevesztett hatalmat. Erre szólítom fel a civil és a politikai szervezetek vezetőit. Ezt várják tőlük a ma még reményvesztett milliók. Önöknek pedig, akik eljöttek ma ide vagy, a közvetítésen keresztül figyelnek minket, azt tudom csak mondani. Csodák már pedig nincsenek. Csak közös cél és kemény munka van. Most újra meg kell küzdeni a szabadságunkért, az álmainkért, hazánk jövőjéért. Az uniós ügyészséghez való csatlakozás, aláírás gyűjtésére ne úgy tekintsenek, mint egy újabb, fölösleges politikai akcióra. Ez egy fegyver a kezünkben, amivel az Orbán rendszerrel szembeni szabadságharcunkat vívjuk. Meg kell ugyanis találnunk egymást, össze kell kapaszkodnunk, és meg kell szerveznünk magunkat. Erőt kell mutassunk az európai parlamenti választáson, és ahol csak lehet, győznünk kell, és győzni is fogunk az önkormányzati választásokon. Így fogjuk visszavenni hazánkat, a jövőnket álmaink gyilkosaitól. Ne engedjenek hát a megosztóknak, ne tűrjék a főállású bajkeverők álmok futását, és ne várjátok a messiást. Már rég itt van. Ti magatok vagytok azok. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Éljenek a hősök, éljen a szabad Magyarország!